A Fidesz-KDNP Ajkai csoportja szervezett lakossági fórumot szeptember 19-én a Póluskóp Irodaház konferencia termében a Széchenyi 2020 fejlesztési program várható pályázati kiírásairól. Az eseményen az érdeklődőket Varga András, a Széchenyi Programiroda Kft. Regionális igazgatója fogadta, és tartott előadást a 2014 és 2020 közötti pályázati kiírásokról. Fenyvesi Zoltán, a Fidesz-KDNP Ajkai polgármester jelöltje a fórum előtt elmondta, hogy olyan programot állítottak össze a képviselőjelöltekkel, melyeket a Széchenyi programon keresztül tudnak finanszírozni. Fenyvesi Zoltán azt is kiemelte, hogy az Ajka városával kapcsolatos elképzeléseket a kormány is támogatja. Számítunk a kormány támogatására. Éppen tegnap előtt volt szerencsém Orbán Viktor miniszterelnök úrral találkoznom, majd azt követően dr. Kövér László házelnök úrral is volt egy megbeszélésem. Mindketten biztosítottak arról, hogy olyan javaslataim vannak, olyan városfejlesztési elképzeléseim vannak, amelyeket a kormány egyértelműen támogat, és a kormányzati ciklusban is jól illeszhetők, illetve abba a 7 éves Európai Uniós ciklusba is, amelyet most már ismerünk, és tudunk, hogy mennyi pénz áll majd a rendelkezésre. Tehát azt gondolom, hogy ezeket a városfejlesztési lehetőségeket jól össze lehet egyeztetni a programiroda, a kormány és az EU-s támogatásokhoz. Lehet tudni, hogy konkrétumokat, tehát hogy milyen fejlesztéseket szeretnének és mekkora összeget várnak el? Igen, egy olyan munkahelyteremtő projektben gondolkodunk, amelyek segítik a helyi vállalatokat, vállalkozókat, segítik abban, hogy bővítsék a kínálatukat, bővítsék üzemcsarnokaikat, és új munkahelyeket tudjanak teremteni. Akár az autóipari cégekben, miniszterelnök úr ezt kifejezetten kiemelte, hogy ez Magyarország húzó ágazata már az elkövetkező időben, és ajkai vállalatok, vállalkozók jól fel tudnak csatlakozni ehhez a programhoz. 12 ezer milliárd forint áll rendelkezésre az elkövetkezendő 7 éves ciklusban, különböző munkahelyteremtő és gazdaságélénkítő fejlesztésekre. Mi ebből nagyon sokat meg szeretnénk valósítani, és ez az elsődleges célunk, hogy munkahelyeket tudjunk teremteni itt a városban. Továbbá célunk és tárgyalásban vagyunk, hogy a Szolál Energia Park valósuljon meg a városban. Ez elsősorban napenergia elemeket gyártana, illetve ha már gyártunk, akkor természetszerűen segítséget tudunk nyújtani abban is, hogy a lakók, a panelházak, a társaságok hozzájussanak majd ezekhez a napelemekhez. Reményeink szerint és tárgyalásaink olyan stádiumban vannak, hogy az ipari parkban letelepedne ez az üzem, 50 hektáron és 25 megawattos erőművet hozna létre. Néhány nap múlva Szabó Zsolt államtitkár, klímapolitikáért felelős államtitkár is a vendégünk lesz, és itt már konkrét tárgyalásokat fogunk folytatni annak megvalósítása érdekében. Tehát ez is egy óriási lehetőség előttünk. Továbbá olyan út, járda és csatorna felújítási projektbe fogunk kezdeni, amelyeket a város önmaga nem fog tudni megoldani. Az elmúlt árvíz, ami sújtotta a várost, az szépen megmutatta, hol vannak a hibák, és melyek azok a fejlesztések, amelyeket Ajkán meg kell valósítani. Ehhez is megkapjuk a kormány támogatást, és úgy gondoljuk, hogy ezek a legfontosabbak. Illetve még egyet ki kell emelnem, nehogy elfelejtsem, hiszen a panel 3 program ősszel fog indulni, és az a 2200 panel lakás, amely még felújításra vár, azt is ebből a projekt keretében a Széchenyi Programiroda segítségével szeretnénk megvalósítani. Varga András, a Széchenyi Programiroda Kft. Regionális igazgatója tájékoztatójában többek között a vidékfejlesztésről és a területfejlesztésről adott át információkat. Tehát ami egészen biztos, hogy 2014-20-as időszakban közös stratégiai keret fog lenni, tehát ahogy Fenyvesi úr is említette, a vidékfejlesztéssel közös tervezés lesz. Ez egyértelműen az intézmény struktúrában is egyébként meg fog majd látszani. És ettől függetlenül a másik, ami a vidékfejlesztéssel kapcsolatos történet, szokott lenni, hogy az annex lista, illetve az 5000 főnél kisebb településeknek a támogatása, ami viszont az Európai Uniós pályázatokban hiányzott, illetve csak részlegesen valósulhatott meg. Egy-egy kivételes pályázat, területfejlesztési pályázat, illetve innovációs pályázat esetében. Most az 5000 fő alatti települések támogatása még jelen pillanatban a bizottsággal szintén tárgyalás alatt van, viszont egy rendkívül komoly szándék, hogy ezek is beemelésre kerüljenek kvázi, ilyen értelme a vidékies települések is Európai Uniós pályázaton indulhassanak, illetve a településen lévő vállalkozások. Ezt, hogy milyen szinten sikerül majd kivitelezni, ez is még a tárgyalásoknak a lezártával fog kiderülni. Ami már biztosnak tűnik, hogy azon cégek is pályázhatnak majd mezőgazdasági jelenlegi feldolgozóipari eszközökre,
akiknek az árbevételében a mezőgazdasági jellegű tevékenység 50%-ot vagy az alatti volt. Ezek eddig kiestek ebből a lehetőségből, viszont ezek után mezőgazdasági eszközökre, amennyiben 50% alatt van a mezőgazdasági jellegű tevékenység a cégnek, fog tudni Európa Uniós forrásból ilyen jellegű eszközre pályázni. Varga András ezen kívül elmondta azt is, hogy milyen területi eloszlással dolgozik a Széchenyi programiroda, mellyel kapcsolatban azt is nyilvánosságra hozta, hogy a közeljövőben Ajkán is megtalálható lesz az egyik irodájuk. Nagyon nagy örömmel szolgál, hogy bejelentettem önöknek, hogy Fenyős úr is utalt rá, hogy Ajkán itt egészen közel a szomszédos épületben, nagyon jó megközelíthető parkoló mellett meg fog közeljövőben nyílni a Széchenyi programiroda Ajkai irodája. És szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, tehát függetlenül attól, hogy mi most projektdoktori feladatokkal foglalkozunk, természetesen a mostani elérhetőségen is, ez a www.spi.hu, kérem, hogy keressenek bennünket, engem személyesen vagy a kollégáimat, tehát telefonon, e-mailben elérhetőek vagyunk, igyekszünk a kérdésekre, ettől függetlenül, hogy projektdoktori feladattal foglalkozunk elsősorban, ettől függetlenül igyekszünk minden kérdésre válaszolni és segíteni önöket. Köszönöm szépen a figyelmet, és akkor szeretettel várom. Ravasz Tibor fideszes képviselő az irodanyítással kapcsolatban elmondta, fontos lépés Ajkán, hisz ennek köszönhetően a város és a térség pályázóinak nem kell a megyeszékhelyre utaznia ügyintézés céljából, és az információkat is könnyebben elérik a helybeliek. Nagyon nehéz volt Ajkán információhoz jutni, Veszprémbe Pápára kellett elmenni azért, hogy Széchenyi programirodát találjanak a pályázni vágyók, ez meg fog változni. Október vége, november elején egy ajkai Széchenyi programiroda nyílik, úgyhogy ebből a tekintetben teljes mértékben egyetértünk. Mit jelentett az, hogy mondjuk helyben van egy ilyen iroda? Egyértelműen ezek az irodák ugye 2-3 fővel működő szakaparátust felvonultató szervezetek. Azonnal, ha valakinek pályázati kiírással, futó projektjével, vagy egy nyertes pályázatával kapcsolatosan információra van szükség, azonnal bemegy az irodába, egy központi adatbázisban a pályázata hozzáférhető, hogyha persze igazolja, hogy ő a pályázó képviselő, akkor azonnal a saját pályázata kapcsán információt kaphat, hol tart a pályázata, éppen a bírálata, milyen szakaszban van, éppen milyen hiánypótlásokra van szükség, és olyan emberekhez tud ugye közvetlenül fordulni, akik a pályázatírás összes csínyát, bénnyát ismerik.